mi a helyzet, hogyha egymást blokkolják az egymás után következő golyók? Nézzük meg ezt a helyzetet. Itt ugye 9-es vagy 10-es játék, a 7-esre jövünk, és utána jön a 8-as. Ugye itt nem lehet olyan megcsinálni, mint a 8-as játékban, ugye erről is beszéltünk, hogy belököm ezt a golyót oda, utána keresek egy másik golyót összekötő golyónak, és aztán visszajövök a következőre. Itt egymás után jönnek. Na ilyenkor hogy érdemes átterelni erről erre? Az egyik megoldás az, hogy az előző golyóról, tehát például a 6-osról egy olyan szöget terelsz, ami, hát egy ilyen körülbelül ilyen 45 fokos szöget, hogy át tudjál terelni. Tehát nem jó egy pici szög, hanem egy kicsit nagyobb szög legyen, de még ne életveszélyes, hogy át tudj terelni a szemben lévő falra, és onnan vissza. Jó? Tehát dupla tempó. Ezt most egy jobb közepet kell használni, tehát egy jobb középforgatóval, és ezt is gyakorold, ezt a tempót. Mekkora tempó kell? Szuper, és aztán pedig tudok menni. Ugye itt is figyelni kell, hogy ne essen le a másik lyukba, illetve hát, hogyha kicsit feljebb van a golyó, akkor meg ebbe a lyukba se essen le. Tehát semmelyik lyukba ne essen le. És akkor innen már jobb felső. És akkor belököm a golyót. Jó, tehát ez az egyik megoldás. A másik megoldás, ugye, hogyha például nem sikerül ilyen szöget állítanod, tehát dupla tempóhoz, hanem mondjuk csak ilyen szöget, ennyit, akkor nem kell kétségbe esni, minden állásnak megvan, hát van több megoldása, két-három megoldása is lehet. Itt például bal felső forgató. Bal felső, tehát kontra, egy fal, két fal, utána három fal, jön itt erre, és szépen erre fog jönni. Arra figyelj, hogy ne szaladjon messzire, mert ugye egyrészt leeshet a lyukba, másrészt hosszú lökés marad, akár cső is, valahol itt az asztal közepéig jöjjön vissza. Ezt is ki kell gyakorolnod, hogy ennek mi a tempója. Jó, zárt nyereg, jól átszúrva. Bal felső. Teljesen jó. Egy jobb felső szépen. És hagytam egy kis szöget. Sima, való, pici balossal gurítás. Jó, úgyhogy ez a másik megoldás. Azt is figyelned kell, hogy hol a következő golyó. Ugye az még nem elég, hogy megoldottuk a két egymás utáni golyót, hol a következő golyó. Most a 9-est átlettem innen ide. Kicsit messzebb van, hát jóval messzebb van. Most hiába megyek dupla tempót, megjáratom a fehéret, vagy bal felsővel is megjáratom a fehéret, utána a fekete 8-ast odalököm, vissza kell jönni ide. Sok esetben elég egy simán egy begurítás, begurítom a 7-est oda, a fehér az kiáll ide valahova, tehát maradjon egy pici szög a 8-asra, de nem is kell sok szög, és simán egy síkbe gurítással fel tudom oda gurítani. Ugye mivel messzebb van a lyuk, ezért ugye nehezebb egy kis törkés, de mivel sima síkben, sima gurítás, ezért tök pontos irányban, pontosan jó irányba fog jönni a fehér a 9-es felé. Jó? Tehát mindig az adott szituáció szerint döntsd el, hogy mi az egyszerűbb neked. Itt csak picit gurul a fehér, itt szépen a természetes útján megy, és nem kell megjáratni, és nem teszed bele azt a kockázatot, hogy esetleg a falak máshogy dobnak, vagy túl gyors a posztó, túl lassú, elszalad. Úgyhogy mindig döntsd el, hogy mit löksz. Úgyhogy szépen begurítom. Lazán kiállt. És akkor egy síber. És a természetes útján jön a fehér 9-esen. Sima kuri, pici jobbossal. És ezzel is meg tudtuk oldani a problémát.